érkezik a Blue Colibri alapítója, Barati Tamás, aki, hát azt gondolom, hogy nem kell senkinek sem bemutatni, sem őt, sem pedig az applikációt, hiszen nagyon sokan használják már eredményesen ezt az eszközt itt Magyarországon, belső kommunikációra, és akkor talán itt ér össze a két szál, az onboarding és a belső komtominak a témája. Nézzük, hogy mi az, amivel készült a Blue Colibri. Hello HR Fest! Barati Tamás vagyok, a Blue Colibri App egyik alapítója és üzletfejlesztési vezetője. Évek óta tudjuk, látjuk, hogy nagy szükség lenne a vállalatoknál a belső kommunikációs folyamatok, eszközök és csatornák, illetve a munkavállalói onboarding és online oktatás fejlesztésére, bővítésére. Ennek ellenére ez eddig nem volt stratégiai fókusz. A tavasz során viszont minden vállalat a saját bőrén érezhette, hogy mennyire kiszolgáltatott helyzetbe kerül, hogyha nem tudja hatékonyan megszólítani, informálni, elérni a kollégáit. Különösen nehéz helyzetben vannak azok a vállalatok, ahol nagy arányban fordulnak meg, úgynevezett non-desk vagy kékgalíros munkavállalók. Tehát azok a munkatársak, akik nem rendelkeznek online eszközökkel, nincs e-mail címük, nincs vállalati telefonszámuk, nincsen számítógépük, és azért nagyon nehéz az ő elérésük, informálásuk. Sajnos élő példa volt, hogy nagyon sok vállalatnál március-áprilisban le kellett állítani a gyártást, bezártak a telephelyek, és haza kellett küldeni a kollégákat. De mikor tudunk visszajönni? Tette fel a kérdést operátor Oszkár, a műszakvezetőnek. Hát tessék figyelni a kerítésre kihelyezett plakátokat egy-két naponta, és akkor majd kiírjuk a megfelelő információkat, hogy mikor lehet visszajönni. Hangzott a válasz. A Blue Colibri csapatával azon dolgozunk, hogy ilyenre még egyszer ne kerüljön sor. A korábban feltárt és több vállalatnál már-már szokványos munkáltató értékek, mint például a stabilitás, a biztonság, a családias légkör, a jó csapat, most hirtelen új értelmezést kapott. Ma már egy biztonságos vállalat odafigyel a COVID helyzet kezelésére, és fokozza a munkatársak egészségének védelmét. Az egyik legnagyobb értékké válik a megfelelő és azonnali tájékoztatás képessége, és a munkavállalók nagyon hálásak, ha hatékonyá és kétirányúvá fejlődik a vállalati belső kommunikáció. Emellett meg kell tanuljuk a közösségépítés támogatását online környezetben és csatornákon is. Tavasszal megkérdeztük a munkáltatókat, hogy mik azok a kritériumok, mik azok a fontos szempontok, amik alapján jónak értékelnek egy kommunikációs eszközt. Mit kell tudni ennek a kommunikációs eszköznek? Nyilván a legfontosabb volt az egyirányú kommunikáció és az információk elérhetővé tétele. Másrészt már fontos volt a kétirányú kommunikáció, hogy be tudjuk vonni a kollégákat a folyamatban, illetve kapjunk vagy adjunk visszajelzéseket. Bejött a digitális onboarding, az online oktatás fontossága, hiszen le kellett csökkenteni a fizikai kontaktust és a tantermi oktatásokat. Nagyon fontos volt már korábban is a HR folyamatok digitalizációja, a papírmentesítés, és hát sokan az employer branding kapcsán is szeretnének egy olyan felületet, ahol a teljes munkavállaló réteggel tudnak megfelelő módon kommunikálni és hirdetni a munkáltatói értékeket. Évről évre egyre szélesedik, egyre nagyobbodik az a munkavállalói életciklus, illetve azt mondom, hogy a munkavállalói életciklusnak az elemei, amivel elkezdünk foglalkozni HR-esként, és elkezdjük feltölteni tartalommal ezt az életciklust. Itt beszélhetünk a preboardingról, ahol belép egy olyan munkavállaló, aki még nem az alkalmazottunk, de már megkapta az ajánlatot, és várjuk, hogy elérje az első munkanapját. Az onboarding folyamatról, ahol beillesztjük a vállalatunkra, a későbbi képzésekről, de beszélhetünk a munkavállalói élményekről, az elismerésekről, a teljesítményértékelési ciklusokról. Jó hír, ma már ezt a teljes munkavállalói életciklust 80%-ban tudjuk támogatni online és digitális eszközökkel. Elhoztam néhány olyan tartalmat, amelyeket leginkább használtak a partnereink, a munkavállalók megszólítása, informálása kapcsán. Azok a funkciók, amelyeket leginkább alkalmaztak mind a
COVID időszak alatt, mint pedig a normál napi működésben. Ilyen tartalom például a kiemelt tájékoztató, akkor nagyon fontos üzeneteket, új szabályokat, szabályzatokat szeretnénk megosztani, szeretnénk, hogy mindenképpen lássa ezt a munkáltató. Így egy olyan funkciót hoztunk létre, amiben mindenképpen valamiféle interakciót kell tennie, mielőtt tovább lépne a rendszerben. Ott vannak a vállalati hírek, amelyeket tudunk használni informálásra, tudunk beszámolni a vállalatról, a vállalatot érintő dolgokról, de akár egy osztály, egy közösséget érintő híreket is át tudunk adni, vagy akár lemehetünk egy egészen személyes szintekig. Megbecsülés, elismerés, kapcsolatos hírek. Vagy akár ráfűzhetjük a nyitott pozíciókat és indítózói ajánlásprogramot. Nagyon népszerű volt és nagyon feljövőbe van a vezetők bevonása a kommunikációba. A vezetők már egy videó üzenetben, videókon keresztül adják át a legfontosabb információkat, legfontosabb tudnivalókat a saját csoportjuknak, vagy akár a vállalat egészének. Ezek nagyon népszerű tartalmak vannak. Létre lehet hozni vezetői fórumokat, ahol előre feltett kérdésekre válaszolnak a vezetők egy videó formájában. Készítettünk szavazás kérdői funkciót, ahol akár egy kérdésre is lehet választ kérni a munkavállalóktól, illetve akár egy teljes kutatást, elégedettség felmérést is fel lehet tenni. Ezeket a kérdőíveket, szavazásokat időről időre meg lehet ismételni, és megnézhetjük, hogy a különböző osztályok milyen válaszokat és információkat szolgáltattak ezen keresztül. Nemrég indítottuk el a közösségi funkciót, melynek az volt a célja, hogy akár munkacélra, akár vállalaton belüli könnyed közösség célra tudjuk alkalmazni ezt a funkciót. Itt létrehozhatunk globális vállalati csoportokat, amiben minden munkavállaló benne van kötelező jelleggel, mint például egy fórum, vagy egy vállalati adókveszek, vagy egy telekocsi csoport. Vagy létrehozhatok kisebb zárt csoportokat, mint mondjuk egy vezetői csoport, vagy éppen egy műszakvezetői csoport, ahol munka témában oszthatnak meg egymással információt a kollégák. De lehet ez egy könnyedebb tartalom, egy közösségi csoport, mondjuk egy túrázó, sportoló, focizó csoport, ahol bejelentkezhetnek a kollégák, és ott tudnak egymással kommunikálni az adott témában, tudnak posztokat elhelyezni, tudnak kommentelni, tudnak szavazni, tudnak eseményeket létrehozni. És mind ezt egy adott panelen keresztül nyomon tudják követni, mely csoportoknak a tagjai, és mely csoportokban van éppen aktivitás. A kommunikációs funkciók mellett nagyon fontos szerep jut a HR folyamatok digitalizációjára, a HR folyamatok papírmentesítésére. Nem egy ügyfelünknél már a bérpapírokat az applikáción keresztül is kiküldjük az ügyfeleknek. Ott is meg tudják tekinteni, ott is meg tudják nézni visszamenőleg a saját bérpapírjaikat a saját mappájukban. Térjünk kicsit át a hatékony onboarding és oktatási folyamatokra. A tavasz folyamán interjút készítettünk 15 nagyvállalati partnerünkkel, megkérdeztünk vezetőket, területi vezetőket, learninggel foglalkozó HR-es kollégákat. Mindannan visszajött az a visszajelzés, hogy nem működnek a tantermi oktatások, csökkenteni kell a fizikai kontaktust, nem tudják megszervezni az orientációs napokat, nem tudják körbevezetni az új kollégákat az irodában, hiszen mindenki home office-ban ül. Nehézkesen megy az adminisztrációja a papíroknak. És nehezen nyomon követhetőek a folyamatok, nincsenek lementve az eredmények, nincsenek riportok, nem tudjuk elemezni a statisztikákat. Következő kihívásokat fogalmazták meg a vállalati vezetők. Fontos lenne létrehozni struktúrált folyamatokat, amelyeket végigkísérik az onboarding folyamatot, vagy akár a képzés folyamatokat. Fontos lenne digitalizálni azokat az anyagokat, tananyagokat, feladatokat, információkat, amelyeket meg szeretnénk ismertetni, át szeretnénk adni egy új kollégáknak. Fontos lenne, hogy kapjunk visszajelzéseket a kollégák részéről, vagy tudjunk visszajelzéseket adni számukra. Fontos lenne, hogy hatékonyan visszamérhessük a tudást,
akár egy munkavédelmi tananyag kapcsán, egy tűzvédelem kapcsán, akár más oktatási anyagok kapcsán. És fontos lenne, hogy csökkentsük a fizikai kontaktust, ne kelljen kollégákat kivenni a termelésből, ne kelljen kollégákat visszahívni a home office-ból, hogy meg tudjanak tartani egy tantermi oktatást. Hogyan nézzen ki a jó folyamat? Hogyan alakítsuk ki akár az e-learning, akár az onboarding folyamatunk hatékonyságát? Szükségünk van tehát struktúrát, workflow-kra, nagyon szépen fejezetekre bontott felépítésre, amelyeket átláthatóvá kell tegyünk a munkavállalók részére is. Össze kell rakjunk egymásra épülő elemeket egy onboarding folyamatnál, vagy akár egymástól független elemeket mondjuk egy oktatási esemény kapcsán. Vizsgálnunk kell egyéni, csoportos és vállalati eredményeket, hogy folyamatosan visszamérhessük a különböző osztályok, személyeknek az eredményességét. És visszamérhetővé kell tennünk a tudás szintet különböző felmérésekkel, tesztekkel, hogy lássuk az egyén fejlődését, vagy az egyén fejlesztését is. Mik a kulcs tényezők, hogyan áll össze egy ilyen onboarding, preboarding folyamat? Első lépés mindig a preboarding. Már most el tudunk kezdeni azzal foglalkozni, hogy hogyan vonjuk be azokat a munkavállalókat, akik már igent mondtak az ajánlatunkra, de még nem történt meg a munkába lépésük. Már ebben a szakaszban is éreztetnünk kell velük, hogy fontosak számunkra. Olyan információkat adhatunk át, ami csökkenti a bizonytalansági faktort. Ismerje meg a céget, ismerje meg a csapatot. Kapja meg azokat a praktikus információkat, amire szüksége van. Hova kell jönni, mikor kell jönni, mi a dress code, mi lesz az első nap, az első hét programja. Vagy akár már ebbe a szakaszba is átültethetünk olyan oktatásokat, amelyeket az első nap vagy az első héten szokott megtenni, de ne húzzuk ott azzal az időt. Egy tűzvédelmi, egy munkavédelmi oktatás. Kérdezzük már meg a preboarding időszakban, hogy milyen munkaruházati méretei vannak, mivel készüljünk, milyen eszközöket rakjunk neki össze az ő onboarding napjaihoz és a munkavégzéséhez. Aztán átlépünk az onboarding szakaszba, ami minden cégnél más lehet, egy hónap, két hónap, három hónap, vagy akár egy hosszabb időszak. Megkezdődik egy körbevezetéssel, megkezdődik az eszközöknek az átadásával, és vannak kötelező vagy éppen fakultatív tudásanyagok, amelyeket meg kell ismernie, és azokból a tudására számot kell adnia. Ezeknek a folyamatoknak is egy részét támogathatjuk digitális onboardinggal. Feladatokat adhatunk meg, a feladatok eredményeit visszakaphatjuk. Például elküldhetjük egy üzemorvoshoz, és a kapott eredményeket a kollega beírhatja egy kérdőbe, egy űrlapba, amit feltölt a rendszerbe, és azonnal látja az adminisztrációs munkatárs is. És nagyon fontos az utókövetés, hogy bizonyos időszakonként megkérdezzük a kollégát, hogy áll a folyamattal, lássuk az ő folyamatát, meglegyenek azok a beszélgetések, visszajelzések a saját vezetőjével, a kollégáival, amikre szüksége van egy ilyen integrációs folyamatban. És mindenképpen fontos, hogy bizonyos szakaszonként értékelje a folyamatot, és értékelje azt a munkát, beletett energiát, amit végigvitte az adott folyamatot. Milyen eszközökön lehet átadni legjobban ezeket az ismereteket? Én azt gondolom, hogy a fizikai oktatás és a papírra nyomtatott anyagok mellett elkerülhetetlen ma már, hogy legyen egy hatékony, attraktív online felület, ahol mindenki a személyes tempójában tud haladni és megkapja az anyagokat, folyamatosan elérhetővé tesszük az anyagokat. Fontos az automatizálás, hogy ő lépésről lépésre haladjon. Fontos, hogy digitalizáljunk minden anyagot és elérhetővé tegyünk. Fontos, hogy szegmentáltan, célzottan tudjunk kommunikálni a különböző csoportokkal, munkavállalókkal, munkakörökben lévő dolgozókkal. Könnyen kezelhető legyen mind az admin oldalról, mind pedig a munkavállalói oldalról, hogy ne legyen idegen egy ilyen felületbe anyagot feltölteni, vagy ebből tanulni.
És hát fontos az is, hogy a cég arculatának megfelelő legyen, tehát maga ez az onboarding folyamat is szolgálja a munkáltatói márka építést és a vállalati értékeknek az átadását a munkavállaló felé. És hát IT oldalról pedig fontos, hogy integrálható legyen más felületekkel, főleg a adatok importja, exportja kapcsán. Mi ezekre a kihívásokra, ezekre az igényekre, és erre a jó folyamatra hoztuk létre a Blue Colibri App Academy funkcióját. Itt már tudunk foglalkozni preboarding, onboarding időszakkal külön-külön, bármilyen oktatási, képzési, tudásmegosztó anyagot fel tudunk tölteni. Nagyon felhasználó barát, tudjuk használni mobilon, tudjuk használni számítógépen, kihelyezett tableten, kioszkon. Lehet összvállalati, általános vállalati anyag, de lehet munkakör specifikus anyagokat is feltölteni. Az admin felület pedig arra szolgál, hogy minden információt összegyűjtsünk, és minden információt transzparensé tegyünk azoknak a kollégáknak, akik ezt az egész folyamatot kezelik. Könnyen formálható sablonokkal dolgozunk, könnyen lehet másolni, módosítani, struktúrálni az anyagokat, egyszerűen lehet szerkeszteni, be tudunk állítani határidőket, jelzéseket, tudunk meglévő folyamatokból riportokat, statisztikákat készíteni, tudjuk az adatokat exportálni riportfájlokból, hogy abból tovább tudjunk dolgozni, és hát akár az egyén eredményéig is le tudjuk bontani az eredményeket. Blue Colibri egy fiatal cég, össze 2019 év elején indultunk el, de ma már 12 iparág, 45 vállalatánál van kint a rendszerünk, ez jelenleg közel 60 ezer munkavállalót érint. Ennek a 60 ezer munkavállalónak a 70%-a kékgaléros munkavállaló. Különböző szektorokban dolgozunk, főként termelés, logisztika, kereskedelem, autóipar, vagy éppen mezőgazdasági területek. A rendszerünk multiplatform, elérhető akár egy vállalati számítógépről, böngészőből megnyitva, bármilyen céges vagy magánmobiltelefonról, böngészőből megnyitva, és nem sokára natív applikáció formában is, store-ból letöltve. Köszönöm a megtisztelő figyelmeteket! Kérdés vagy kérés esetén állok rendelkezésetekre. Most még a networking keretében, illetve szívesen tartunk kollégáimmal online demókat és konzultációkat. További kellemes HR fesztiválozást kívánok!